Sziasztok! Ma a Star Wars a klónok háborújával játszom egy egyszemélyes játékot, és nagyjából elő is készítettem mindent, de azért hagytam egy pár dolgot. Kiválasztottam egy főgonoszt, ő most Grievous tábornok lesz. Van egy ilyen főkártyája, egy figurája, így néz ki. És van egy paklia, ebből fog minden körben felhúzni egy kártyát, és az alapján tesz valamit. Van egy megszálláspakli. Ezeken tulajdonképpen a különböző bolygók vannak rajta. És ez a játék pandemik alapokon nyugszik, szóval sok dolog ismerős lesz abból. Például az előkészületek során fel kell fedni innen most kettő kártyát, és azokra három-három droid kerül. mandalóra kerül három droid, az itt van. Aztán Unaccess-re kerül három droid, az itt van. A következő két kártyára kettő-kettő droid kerül, tehát Serenora kettő droid kerül, az itt van, és Lola kettő droid kerül, a Lola Saiu itt van, jó. A következő kettő kártyára pedig egy-egy droid kerül, Datomir, hú de egy kupacon vannak, illetve Koruszant. jó, és az utolsó helyszínre felkerül a főgonosz is, tehát ő ide jön. Ez a rész az előkészületben ennyi. Aztán választani kell Jediket. Egy fős játékban, hát te nem bonyolították túl, kettő Jedit kell választani, és tulajdonképpen két fős játékot fogok játszani. Annyi, hogy adtak egy ilyen jelölőt hozzá, hogy tudjam, hogy melyik az aktív Jedim éppen, de ennyi. És minden játékos, tehát minden jedi kap egy segédletet. A segédlet azért érdekesen meghatároz, hogy honnan indul az adott jedi. Obi-Wan kenobi választottam az egyik jedinek, ő Kashikról indul, ami itt van. És Aayla Sekura lesz a másik jedim, ő pedig Naburól indul, az pedig itt van. Kicsit messze van a történésektől. És igazából csak egy segédletet fogok magam előtt hagyni, mert felesleges a másik. Ebből az osztagpakliból mindenki kap 3-3 kártyát. 1, 2 és 3. Jó. 4-5-ös játékban 4-4 kártyát kapnának a játékosok, illetve hát a džedik. Aztán szükség lesz valamennyi küldetésre. Hát én a legalacsonyabb szinten játszom három küldetést próbálok teljesíteni majd. Tehát három küldetést kell ide rakni a küldetés pakliba a sok-sok küldetéskártyából. és azokat kell majd teljesítenem, a többit azt félre lehet tenni. És fel is fedem az első kettőt, azt mondja, hogy Lola Szajúra jön a narancsárga, tehát itt lesz az egyik küldetés, a másik küldetés pedig a fegyvergyárba kerül. A fegyvergyár Uh, az a Geonosis, az viszont itt van. Jó, kell még valamit csinálni? Nem, azt mondja, hogy a menekülés az erődből, amit a Lola szájúnál van, a Jedi merész tervel próbálják kiszabadítani Evan P.L. Jedi mestert az erőd börtönből. Uh, majd ilyen ikonokkal lehet teljesíteni a küldetést. A másik küldetés pedig az a különlegessége, a fegyvergyár, azt mondja, miközben a szeparatista a szupertankok nyílt téren támadnak, a Jedik a Geonosisi katakomba rendszeren keresztül próbálnak a főreaktorhoz jutni. Itt az a különlegessége, hogy két Jedi-nek kell ott állnia, tehát nem lehet egyedül teljesíteni a küldetést. Jó, ezt előkészítettem, és akkor meghatározom, hogy ki a kezdőjátékos, mondjuk, hogyha az ikonos oldalra felfelé esik le, akkor obi kezd, ha meg a másik oldal, akkor Ayla. Jó, Ayla akkor lesz a kezdőjátékos. És igazából, ahogy említettem, pandemic alapokon nyugszik a játék, de sok újdonság van benne, sőt szerintem eléggé másképpen kell játszani, de persze lesznek ismerős elemek. És ez nem lesz szabálymagyarázó videó, de igyekszem mindent úgy csinálni, hogy az érthető legyen, követhető legyen. Mielőtt pedig belevágnék, szeretném megköszönni a Dyson Bornak, hogy támogatják ezeket az egyszemélyes játékokat. Ha elképesztően jó minőségű playmetre vágytok, én is ilyenen játszom, akkor látogassatok el a weboldalukra, ahol több minta és méret közül választhattok. Akkor el is kezdem, egy játékos köre négy lépésből áll, először is kártyákat kell visszafordítani, a játékban majd különböző kártyákat használunk, és ilyenkor elfordítjuk azokat, a kör elején visszafordulnak ezek a kártyák. Utána négy akció lehetőség van, a négy akció pedig, hát bármi lehet ezek a lehetőségek közül, utazni lehet, két bolygó között egy akcióval, támadni lehet, ilyenkor kockadobásra van szükség, illetve majd lila piros kártyákra, az erősítésnél kártyát tudunk húzni ebből az osztagpakliból, a küldetés végrehajtásánál ugye küldetés lehet végrehajtani, ott is bizonyos ikonokra lesz szükség, illetve a kockáról, sikerekre. És tulajdonképpen ennyi. A cél az, hogy a küldetéseket teljesítsem. Most három küldetés van ezen a könnyű szinten, és utána majd szembe kell szállni a főgonosszal is. A kör harmadik lépésében pedig a gonosz aktiválódik, neki külön paklia van, és ebből mindig fel kell húzni egy kártyát. Utána pedig a bolygók megszállásakor droidok érkeznek azokra a bolygókra, amelyeket innen felhúzunk. Emellett pedig fontos, hogy egy játékosnak egyszerre hét kártyája lehet, az mindegy, hogy elfordított vagy sem. Rendben, akkor kezdek is Isla-val. Azt mondja, hogy neki van egyébként egy ingyenes akciója, minden Jedinek van valamilyen különleges képessége. Ő azt tudja, hogy legfeljebb két bolygó távolságra tud mozogni, és az nem kerül akcióba neki. Hát ezt egyszer tudja megcsinálni, de szerintem ezt ki is használom, itt ezen a területen eléggé problémás ez az, az egész. És akkor egyrészt közelebb jövök, tehát ez ingyenes akció, ezt majd így rárakom, hogy tudjam, hogy már felhasználtam. És akkor innentől van még négy akcióm, na most őt is megtámadhatnám, de nincs olyan kártyám, amivel igazán támadhatnék. Úgyhogy azt fogom csinálni, hogy most az első rendes akció, amit elköltök, az kártyahúzás lesz. Ez nem jó, ennek nem örülök akkor második akció húzás, jó, legalább már egy olyan kártya, amit támadáshoz tudok használni. Azt mondja, hogy legyen harmadik is kártyahúzás, na ez már alakul, ez már alakul. A negyedik akció az legyen az, hogy eljövök ide. Úgy fogom ezt megtenni, egyébként egy akcióval egy, egyet mozoghatnék, de azt fogom csinálni, hogy a kék kártyák segítik a mozgást, ha ezt elfordítom akkor egy mozgás helyett kettőt tehetek meg, tehát ez után a negyedik akcióm. És nálam van Padmé, én itt most eldobom, az nem számít akciónak, ezek a szövetséges kártyák, ezek a zöld kártyák, ezek eldobhatók és valamilyen elég jó akciót, vagy valami elég jó hatást tartalmaznak. A soron lévő Jedi plusz két akciót hajtott végre, tehát van még két akcióm. Én azt mondom, hogy én húzok még egy kártyát, egy akcióért, mindegy és megtámadom az, ezt a bolygót a utolsó akciómért. Támadáskor dobni kell a dobókockával egyrészt. A dobókockán vannak sikerek, ezek a ilyen körben lévő csillagok a sikerek, és vannak ilyen robbanásszerű ikonok, azok pedig a sérülések. Itt most három sikert értem el, tehát gyakorlatilag ezt a három droidot le is tudom szedni, mert minden droid csak egy-egy sérülést bír el. A blokkádok leszedéséhez majd kettő sérülést kell okozni. A főgonosz pedig mindig a kártyával meghatározva, hogy mennyi az életereje, őt hárommal lehet leszedni a tábláról. Emellett pedig a végén, amikor végrehajtottam a támadást, akkor sérülök annyit, amennyi a kockán látható, illetve amennyi figura maradt a bolygón. Most nem maradt egy sem, tehát egyet sérülök, Sérülni pedig úgy lehet, hogy vagy eldobok egy kártyát, és kész, ezzel sérültem, vagy pedig ilyen sárga tankos kártyával, ez ilyen védelmi kártya, megvéd sérüléstől, elfordítom, és gyakorlatilag ez a sérülés most semlegesítve lett. A támadásnál még annyi, hogy piros meg lila kártyákkal lehet támadni, tehát a sikerhez ugye lesz olyan, amikor mondjuk több sebesülést szeretnék, mint amennyit dobtam, például csak egy sikert dobok, vagy nem dobok sikert, akkor uh, kártyákkal fel tudom turbozni a sikerek számát, piros vagy lila kártyákkal. Bármennyi lila, bármennyi piros kártyát elfordíthatok, viszont csak az egyik fajtát választhatom a támadásnál, tehát vagy csak pirosokat, vagy csak lilákat, ez egy korlátozó. Viszont ebben a játékban nagyon komoly együttműködési lehetőség van a Jedi között, ugyanis amikor egy bolygón tartózkodnak, akkor gyakorlatilag attól függetlenül, hogy valaki nem aktív játékos, elfordíthatja a kártyáit, segítve a másiknak. Ez mindékre igaz, igazából. Tehát akár egy másik Jedi számára is fordíthatunk el kártyát, hogy megvédje, egy másik Jedi számára fordíthatunk el kártyát, hogy kettőt lépjen, illetve a támadásokat megtámogathatjuk kártyákkal, úgyhogy ez elég jó, de persze az egy bolygón kell lenni. Na minden esetre hat akciót végrehajtottam vele, köszönhetően Padmé Amidala segítségének. Utána pedig a gonosz tervű aktiválása következik, nézzük meg, ő azt csinálja, hogy válasszak, tegyek egy droidot arra a kártyára, ami itt felül van, vagy a soron lévő jedi egy sérülést szenved el. Ö... Hát... Szenvedjen egy sérülést, tehát eldobok egy kártyát neki, és kész. Annyi kék kártyám van, ez felesleges lesz, úgyhogy én ezt választottam most. Jó, és a bolygók megszállásakor pedig annyi kártyát kell megfordítani, amennyi itt látható a megszállásában, ez most kettő, tehát Toydariára egy droid kerül, illetve Ródiára kerül egy droid. És a másik játékoson a sor, tehát obi -Wan következik, nézzük meg ő mit csinál. Neki is van ingyenes akciója, ő azt tudja, hogy felhúz négy kártyát, és abból megtart egyet, a többit pedig visszakeveri a pakli aljára, Na most itt elég jó kártyák vannak, mindegyiket szívesen elvenném, de talán a Palpatine koncellár lesz a legjobb, Ő azt tudja, hogy a Jedi egy Jedi eldobhatja egy osztagkártyát, hogy húzzon három osztagkártyát. Tehát azt jelenti, hogy ezeket meg itt elvileg vétlenszerű sorrendben, bár nem hiszem, hogy pakli aljára érnék, de se baj. Ez hát nem volt akció. És hát egyelőre nem dobom el. Na most én hol állok? Le, igen, a narancsárgánál... Húha, 7 ikont kell összehozni, lilákból, meg pirosokból. Küldetésnél lehet kombinálni majd a kártyákat, nem úgy, mint a támadásnál, viszont a 7 ikon az nem kevés. Úgyhogy ö, azt fogom csinálni, hogy első akcióként húzok egy kártyát, ez jó. Második akcióként is húzok egy kártyát, ez is jó. A harmadik akció, az legyen az, hogy átjövök ide, és akkor a negyedik akcióval megtámadom ezt a két droidot. Ott. Uh, igen, dobok. Egy siker és egy sebesülés. Egy sikerhez fordítok egy piros kártyát még, és akkor ez így már kettő sikernek számít, és ezzel leszettem ezt a két droidot. Viszont egy sérülést el kell szenvednem, de van nálam ilyen sárga kártya, Úgyhogy azt elfordítom, és ezt a sérülést sikeresen kivétem ezzel. De a négy akcióm ezzel el is fogyott. Ugye léptem, meghúztam kártyákat. Úgyhogy jön a gonosztevő, ő azt csinálja, hogy ha a táblában azon a hagyj végre egy megszállást, megszálláskor pedig rissére kerül egy droid. És minden Jedi, akinek a bolygóján van ellenség, egy sérülés szenved el, majd átmozoghat egy szomszédos bolygóra. Nincs ö, ellenség a helyszínünkön, úgyhogy ez most nem érvényesül. Jó, és akkor a bolygók megszállásakor kettő kártyát fel kell forítani. Nabura kerül egy, és Feluciára kerül egy. Ez itt van. Jó, nézzük, hogy Ila mit csinál. Hát az a baj, hogyha most küldetést szeretnénk végrehajtani, ő ott kettővel tud. Jó, először is visszafordítja a kártyáit. Ugye most ebből ez a küldetéshez, ez ahova szeretnénk menni, de Lola szajúra, csak kettő kártyát tud használni. Az nem valami jó. Az nem valami jó. Úgyhogy most azt fogom csinálni, hogy eldobom obi ezt a Palpatine kancellert. Neki el kell dobnia egy kártyáját, mondjuk eldob egy ilyen kék kártyát, de cserébe húz három kártyát, három kártyát, tehát egy, kettő, három. Na, hát ez így már jobban fest, és hát most még úgy vagyok, hogy még nem költöttem semmilyen akciót, tehát van most már egy, kettő, három, négy, öt, hat. Jó, szerintem ezzel most már bátrabbak leszünk, kettő, négy, hat, hét kártya, az még rendben van. Akkor használom a képességét, hogy kettőt mozoghat, ingyen. És akkor innentől kezdve van még uh, mennyi akciója? Még négy akciója van tulajdonképpen innentől kezdve. Az első akció, hogy végrehajt egy küldetést. A küldetésnél egy sikert dobott. Az nem túl sok, de valami. Az is, az is számít. Azt mondja, egy sikerhez uh, itt vagyunk. Egy sikerhez most még ilyen piros meg lila ikonokat tudunk elfordítani. Azt mondja, hogy én elfordítok neki kettőt, obivannal, mert hogy egy bolygón vagyunk, ezt megtehetem. Tehát most tartok ott, hogy három. És akkor 4, 5, 6, 7. Gyakorlatilag mindent el kell fordítani, ami, ami csak van. Jó. Tehát így sikeres a küldetés. Így sikeres a küldetés. És azt mondja, a soron lévő Jedi, húz egy oszt, abban még, még, kell, hogy sebesüljön kettőt. Na most, ez ki tudja védeni ezt a kettőt ezzel a két tankkal, ezeket elfordítom. Tehát ennyi volt. És a soron lévő Jedi húz egy osztag kártyát, húz egy kártyát, hát eldobja az egyik elfordítottat, azt úgy tudja használni, és akkor így. Rendben, ez visszakerül a játék dobozába, és egy új küldetés kerül fel, mégpedig rishire átkerül ez a narancsárga, és majd azt is meg kell csinálni. Jó! És ez az első akció volt gyakorlatilag, ugye? Igen, első akció. Na most az a probléma, hogy a kézben már nincs sok kártya, itt meg jól lenne valamit leszedni. Azt lehet csinálni esetleg, hogy. Uh, Második akcióval átjön ide. Harmadik akcióval húz egy kártyát. Na ez jó, egy lila. El kell dobnia, hogy hét kártya legyen csak kezében. Eldobja ezt, amit amúgy is elfordított. És akkor végrehajt egy támadást, ami azt jelenti, hogy a negyedik akciója egy támadás lesz. Kettő siker, szuper, meg még egyet el tud fordítani, és akkor az három siker, mind a három lekerül, és nem sebesül. Úgyhogy ez egész jó kör volt így. Jön a gonosz tevő. Azt mondja, a Ted grievous arra a bolygóra, ami felül van, az most itt van. Így. És minden Jedi kimerít a saját bolygón álló ellenségek számával megegyező számú kártyát. Nincs ellenség a bolygónkon, úgyhogy ez így ennyi volt. Ezután pedig megszállás következik. Koréliára kerül egy, és Nál huttára kerül egy droid. Oké, okay, következik. Szépen visszafordulnak a kártyái. Na most a következő küldetéshez a következő küldetéshez Rishi vagy Geon, azok most elég közel vannak egymáshoz, az elég jó. Hát nézzük meg azt a Rishit, az közelebb van. Rishi nem mi a helyzet? Rishini annyi a gubanc, hogy figyelmen kívül kell hagyni a dobó kocka sikerértékeit. dobni kell a kockával, mert a sérülést azt ugyanúgy figyelembe kell venni, de nem lehet a sikereket használni róla. Na most Risinél kell hat siker, nekem van 1, 2, 3, 4, 5, hát bőven megvan lilából, meg pirosból. Na most csak el kell jutni oda akkor. Igen. ugye az ingyenes akciója, négy kártyát húzok, egy, kettő, három, négy. Hát én azt hiszem, hogy... Igen, uh, azt hiszem, hogy lilát fogok ide rakni. A másik hármat meg visszakeverem a pakli aljára. Tehát még mindig úgy, úgy vagyok, hogy egy akciót sem hajtottam végre. Akkor egy akció az, hogy ezt elfordítom, és megyek vele kettőt. Egy, kettő. Aztán második akció, hogy ide jövök. És akkor van még két akcióm, mennyi kártya van a kezemben? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hát egyet még biztos felfúzok. 7. Ó, oh, bad batch. A bolygódon lévő ellenfelek összesen kettő sérülés szenvednek el, az még jól jöhet. És most még akkor viszont lehet, hogy nem próbálom végrehajtani, mert hogy 1, 2, 3, 4, hát biztos nem hajtom végre. Viszont akkor van még egy akcióm. Uh, ugye, mozogtam, vagy nincs már több akcióm? Szerintem van még egy akció, de vegyük úgy, hogy úgy nem használom ki, mert elbizonytalanodtam, hogy van-e. Úgyhogy ennyi, ő befejezte. Jön a gonosz, ő húz egy kártyát. Na ez az, amikor, ez, ez van a Pandemicben is, hogy lépj egyet megszállásában. És most a legalsó kártyát a pakliból fel kell húzni. És erre három droid kerül. Utapaura, Szerencsére jó messze mindentől, jó ja, Istenem. Három droid kerül, és utána ezt vissza kell keverni, tehát az egészet vissza kell keverni, és oda kell rakni a megszállás pakí tetejére. Tehát azt mondja, hogy mondjuk így. És ennyi. És akkor most még mindig kettő egyet kell húzni azaz Koréliára feljön egy, és Koruszántra feljön egy. Na most itt ugye berobbanhat utapauna, és ráadásul nagyon nem erre mozgunk, úgyhogy nem lesz könnyű azt ott elintézni. Mindenesetre esetre Ayla Sekura jön, visszafordulnak a kártyáim, egész jó kis gyűjtemény. És azt mondja, hogy Hát, ugye az ingyenes akciója az, hogy léphet kettőt. Egy-kettő. Aztán van egy kék kártyája, a delta 7 egy akcióért átjön, tehát van még három akciója. A küldetést megcsináljuk. A küldetés az, ugye, az kell, hogy Risin majd kell a kockával, hát, dobok is felén. Jó, sérülés nincs rajta, hogy ez, ez rendben van. Viszont nem vettem figyelembe a sikereket. De elfordítok Obinál négyet. Így, így. Pirosat, lilát vegyesen. És akkor innen már csak kettőt kell elfordítani. Legyen így, és így. Tehát ez a zöldfülőek akció is, vagy, küldetés is végre lett hajtva. És egy sérülést kell eszenvednie Aila nak Van sárga kártyája, úgyhogy azt elfordítom, és akkor azt a sérülést az gyakorlatilag felfogta. Ezt pedig visszarakom a játék dobozába. Egyetlen egy küldetés van már csak. És most ezt a jelölőt is ide kell rakni. Tehát a Geonosisra kerül mind a kettő jelölő. Ugyanis már csak ez egy küldetés van. A harmadik akcióval támadok itt ezen a bolygón, van itt egy droid, azt, az azért veszedem. Dobni kell a kockával. És kettő siker, nem is kell a kártyát elforítanom, nincs sebesülés. Jó. És van még a negyedik akcióm, átjövök Geonosisra. Jön a gonosz Ha a Grievous a táblán van, azon a hagyj végre egy megszállást. Nézzük, mit szállnak meg. Anaxesre jön egy az hol is van? Az itt van valahol. Jó. Minden Jedi, akinek a bolygóján van ellenség. Egy sérülés, szenved el, majd átmozoghat egy szomszédos bolygóra. Nem szenvedünk el sérülést. Na most ebben bizonytalan vagyok, hogy ilyenkor átmozoghatok el. De szerintem nem. Tehát, hogy mindegy. Maradott. És jönnek még a bolygók megszállásánál, még két kártyát fel kell folytani. Mandalorra jön egy és Nabura. Oké? Okay. És akkor obi van következik. Visszafordulnak a kártyái. Na most mennyivel tud nekem segíteni majd? Ájla, három kártyával tud segíteni, az nem rossz. Három, meg itt már van egy csomó. Jó. És ott vagyunk ketten majd. Akkor az első akció az, hogy átjövök ide. Mennyi kártyám? 2, 4, 6, 7. Jó. Akkor nem húzok egyelőre kártyát hanem dobok a kocká, A második akció az, hogy küldetés végrehajtása. Bocsi. Az itt 2, 3, 4, 5, és mondjuk mennyi kell? 6, még egyet el lehet fordítani. Így jó. Remek. És akkor sikeresen végrehajtottam ezt a küldetést. 3, 4, 5, 6. Egy sérülés, meg még egy sérülés, tehát egy a kockáról, egy a kártyáról. Kettő sérülést el kell szenvednem, egyet ki tudok védeni ezzel a sárga kártyával, de egyet, meg mondjuk eldobom ezt a piros kártyát. Tehát, mert a sárgát nem dobom el, az a kivétel, a pirosat meg eldobom, és akkor így rendben van. Ez sikerült teljesíteni ezt a küldetést. Na most ilyenkor az történik, amikor már nincs teljesíthető küldetés, akkor megfordul ez a kártya, és azt mondja, hogy a végjáték vette kezdetét, a végjáték előkészületei Ted grievous és minden küldetés előtt az utapaura. Hú, de jó helyre került, ez szuper, tehát utapau sűrű hely lesz, ott már van három droid, meg ott van most a is, és kell, hogy legyen egy csúszka, azt mondja, megkeresem. Van egy ilyen, ilyen kis nyilacska, amit fel kell rakni, és gyakorlatilag sorrendben teljesíteni kell ott, ezen a bolygón ezeket a küldetéseket. Grievous tábornok a klón hírszerzés szerint Grievous az utapaun tartózkodik, a Jedik most egyszer s mindenkorra leszámolhatnak vele. Jó, hát legyen úgy. Egymás után kell teljesíteni ezeket a küldetéseket tulajdonképpen, úgyhogy hát megnézzük, hogy hogy alakul a dolog. Ez a második akció volt, emlékeim szerint, ez kicsit most közelebb hozom, mert itt már a küldetéseknél nem lesz semmi. Lehet, hogy ezt is felhozom így, jó. És, 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 na most második akcióm volt. Harmadik akcióval, aha, jó, meg lesz, meg lesz. Harmadik akcióval kettő tudok mozogni, egy-kettő. A negyedik akcióval bemozgok ide, és eldobom a bad batch ugye az ingyenes, azt mondja, az a bolygódon lévő ellenfelek összesen kettő sérülést szenvednek el, uh, hát kettő droidot le tudok szedni, az azért fontos, mert ha ide kerülne fel még egy droid, lehet, hogy nem lesz ilyen, már a játék folyamán bizakodó vagyok, de ki tudja. Szóval, hogyha a valahova negyedik droidnak kéne felkerülnie, akkor nem kerül fel, hanem helyette a fenyegetés sávon egyet előre kell lépni, és felkerül egy ilyen blokkád, aminek kettő az életereje és ráadásul nem lehet semmit csinálni addig, amíg blokkád van, le kell szedni a blokkádot, ami, amit ugye kettő sebesüléssel, kettő sikerrel lehet leszedni. Jó, ennyi szerintem. Uh, Oké, okay, nézzük meg, mit csinál Grievous. Uh, az is érdekes egyébként, hogy a másik oldalon lezethettem volna Grievous t a tábláról három sebesüléssel, és akkor felkerülhetett volna, de most az a lényeg, hogy most már nem tudom leszedni, tehát ő ott van és kész, úgyhogy őt nem tudom úgy támadni, mint a többieket, eddig tudtam volna támadni őket, vagy őt, de nem tettem meg, most meg már mindegy. Az utolsó aki azt, azt csinálja, hogy a Grievous a táblán van, azonnal a végre egy megszállást, ez nál huttára történik, hol volt? Itt van. Jó. És minden Jedi, akinek a bolygóján van ellenség, egy sérülés el, majd átmozoghat egy szomszédos bolygóra. Én egy sérülés szenvedek el emiatt, mert ott van. Hát ez nem jó. Eldobok egy egy mozgáskártyát mert de én nem nagyon megyek majd tovább. Tehát egy sérülést elszenvedek, ő nem. És jó, hogy volt egy kis rövid zárlat, vissza is kellett nézem a felvétel gyorsan. Szóval az van, hogy elkezdtem ezt a kártyát végrehajtani, majd azt hajtottam végre a, a második felét. Úgyhogy nem, nem szenvedek el sérülést, hanem eddig az történt, hogy ezt visszarakom akkor ide, hogy, hogy meg, végrehajtom egy megszállást, és húz egy új gonosz ilyenkor ugye a pakliból egy újabb kártyát kellene húzni, és amikor ez a pakli elfogy, akkor újra kell keverni, és ezt követően lehet újra húzni. Tehát itt tartunk most. Azt mondja, ha a táblában azon a végre egy megszállást, de itt van még egy megszállás. Ferrucciára kerül, az itt van, és minden Jedi, akinek a bolygóján van ellenség, egy sérülés szemed el, majd átmozokat egy szomszédos bolygóra, tehát most tényleg végre kell hajtani azt. Uh, bocsánat a kavarért, és akkor most uh, eldobom, mondjuk mondjuk most, hogy megnézem a küldetéseket, a kék kártyákra szükség lesz, hogy inkább ezt dobom el sérülésként. Jó, na remélem, hogy, hogy rendben vagyok, egy pici pillanatnyi Rövid zárat volt, és így, így belekavarodtam, de talán most visszataláltam a rendes úthoz. És szerintem ezzel az egész körnek nem, még nincs vége, mert hogy ugyan a bolygók megszállása, tehát még két kártyára, tojdariára felkerül valami, és Ródiára az valahol itt van. Jó, hát majd lehet, hogy ezek kell menni innen, néha leszedni droidokat, mert így problémás lesz. Na, minden esetre uh, most jön uh, Aila, mindent visszafordítok neki. Az a probléma, hogy uh, hogy most a következő csak lila kártyával tudjuk teljesíteni. Annyiból nem probléma, hogy neki van egy lila kártya, nekem meg itt három. Úgyhogy ez így szerintem egész jó lesz így. Na most az ő ingyenes mozgását végrehajtom. Egy, kettő tehát még nem került akcióba semmi. Egy akcióért átjöttem, ez volt az első akcióm. Aztán megcsináljuk a beszivárgást, tehát beszivárgunk lila kártyákkal. Obi van, használ három lila kártyát, az így jó. Ő pedig egyet. Ja, dobni kellett volna. Hú, három siker megvan, akkor nem is kell, várjuk, csak kell nekem ez az a négy siker. Akkor csak egyet fordítok el. Jó, és innen meg nem kell egyet sem. Viszont van egy sérülés innen, meg van egy sérülés innen, tehát kettő sérül. Egyet. Ö, ki tud védeni így. Egyet pedig. Egyet pedig, egyet pedig. Mondjuk eldob egy lila kártyát. Úgy véd ki. Jó. Ez volt a második akció szerintem. Tehát volt ingyen, de jöttem, egyet mozogtam, második akció. Ezt megcsináltam, ezt a küldetést, tehát egyen lejjebb kell csúsztatni. Jön az összecsapás, de azt is meg tudom csinálni most rögtön, mert hogy négy piros, tehát még egy küldetés nyomunk, egy siker, meg kettő, három, négy. Ez így jó. Ez így remek. Itt nincs sérülés, viszont itt van egy, tehát egy sérülést el kell szenvedni. Hát, eldobom mondjuk most ezt, ezt a védelmet, és akkor így állok. Na most a következőt nem fogom tudni végrehajtani, mert összvész egy kék kártyám van, de akkor most, most még mindig van egy akció szerintem talán van egy akció még, mert hogy az van, hogy egyen jöttem, egy küldetés, még egy küldetés, de ezt akkor sikeresen, tehát beszivárogtunk, összecsaptunk, most üldözzük. Az üldözéshez viszont kell a négy ilyen kék kártya, összvisz van kettőnk, az nem túl jó. Úgyhogy utolsó akcióm szerintem az lesz, hogy, hogy húzok egy kártyát. Hát ez nem kék kártya. De ez van. Jó. Azt mondja, hogy gonosz tevő aktiválása. Nézzük, mit csinál. Ja, lép egyet a megszállásságon. A legalsó kártyát. Ide a szomszédos bolygóra. Christoph Sissre jön három droid. Igen, és akkor ezeket meg kell keverni. az elég kevés kártya van itt, úgyhogy lesznek problémás helyek. Így, és akkor húzni kell hármat. Egy, felúcsia, kettő, Toydaria, és három, Korusant. Hüha, mindenhol felkerült a harmadik is ebből a háromból. Jó. Obi van, Kenobi jön visszafordulnak a kártyái. Ugye most lilákra annyira nincs szükség, de azért majd még ott jól jön. Viszont kékre szükség lenne. Rögtön használom az ő ingyenes képességet. Húzok négy kártyát, na ez már jó. Három, négy. Nyilván ezt tartom meg. A többit hát véletlenszerű sorrendben, de mondom, hogy nem jutok el a pakli aljáig. Jó, és akkor küldetést. Hármat rá tudunk segíteni, négy kell összvész, egy siker elég. Második akcióküldetés, egy siker, egy sebesülés. Tehát egy siker, kettő siker. Hú, jó vagyok. <laughs> szóval, kettő siker, három siker, négy siker. Viszont sebesülök innen egyet, innen egyet. Kettő sebesülés, el is ezeket a repülősöket. És utolsó, Ötöt össze kellene hozni úgy, hogy elpusztítsuk, szerintem ez sima ügy, mert most még egy akció, még egy küldetés végrehajtásával kapásból van egy ötünk, piros is, meg lila is jöhet, de még dobok itt kettő sikert, tehát gyakorlatilag önmagában kettő, meg három, öt, és ha minden igaz, akkor ezzel megnyertem. Na most ez végül tényleg egész könnyűnek tűnt így, de nem mertem több, nem mertem több küldetést bevállalni, és összesen négy főgonosz van, Grigországtábanok mellett van Maul, Assai Ventress és Duku gróf. Nem is, hogy mutogatom meg őket, hogy mit tudnak, hát ha valaki szeretné, a meglepetés lenne. És vannak további Jedik, Asokatano, Mace Windu, Joda, Anakin Skywalker és Luminara Unduli. És ahogy mondtam, a küldetésből is rengeteg van, a nehézségi szint pedig alapvetően a küldetések mennyiségén múlik. Tehát megnyerni így lehet a játékot, hogy a küldetések teljesítése után megkezdődik a végjáték, tehát a másik oldala a tevőnek. És vezéteni végül is, hogy tetszik, egyféleképpen lehet, hogy a fenyegetés sávon elérünk az utolsó mezőre. A fenyegetés sáv viszont sokféleképpen növekedhet. Azt mondja, ha egy bolygóra felkerülne egy negyedik droid is, amit mondtam is, akkor ahelyett, hogy negyedik droid kerülne fel, lépni kell egyet a fenyegetés sávon, és felkerül egy blokkád. Aztán, ha fel kellene tenni egy droidot, vagy blokkádot, és már nincs a készletben egy sem, akkor lépni kell a fenyegetéssávon. Ha, ha megszállássávon előre kellene lépni, és már nem lehet, akkor is a fenyegetéssávon kell lépni, és van olyan gonosztevő, amelyik a képességével a fenyegetéssávot növeli. A blokádnak meg ugye van egy ilyen elég komoly hatása, hogy amíg egy bolygó blokád alatt áll, nem férünk hozzá az ott lévő küldetésekhez, és az ott tartózkodó droidokhoz, gonosztevőkhöz, tehát mindenféleképpen a blokádot kell először levenni, és utána férünk hozzá többihez. Minden esetre ez volt egy játszmányi klónok háborúja. Remélem, hogy tetszett nektek, és valamennyire érthető volt és átlátható, hogy hogyan is működik a játék. Bízom benne, hogy összességében keveset hibáztam. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Örülök, hogy erre jártál, és megnézted ezt a videót. Ha érdekesnek, értékesnek, hasznosnak ítéled meg, akkor megköszönöm, ha lájkolod, kommentelsz, megosztod és feliratkozol a csatornára.